A visszaeső európai kereslet, valamint az olcsóbb kínai és ukrán méz miatt csökkenhet a mézexport. Egy másik ok, hogy uniós szinten csökkent a mézfogyasztás. Erről a témáról beszélgetünk vendégemmel, Hók József méhésszel. Köszöntöm József itt a stúdióban. Miből lehet azt megjósolni? Miatt mondhatjuk azt, hogy várhatóan csökken? Jelen pillanatban akkor, ahol tartunk, hogy az idejévi méztermés, én azt mondom, hogy a korábbi éveknek, de akkor az akásztermés maximum 30%-a volt, és a virág, vagy a vegyes virágméztermések is egy olyan 50-60%-át értük el. A kereslet, a nagykereskedelmi kereslet akácmézre még úgy, ahogy tartja is magát, és valamennyire az árán is tartja, vagy akkor valamennyit növekedett korábbi éve, tavaly évhez megfelelően, de a vegyes virágméz ára amellett, hogy azért nem termett annyi, most már odaérünk, hogy olcsóban tudjuk eladni, mint tavaly, vagy akár visszanézhetünk, pont néztünk egy ilyen statisztikát, 17 évvel ezelőtt volt annyi a virágméz ára, mint most. És ezáltal, hogy ilyen nehezen megy el fel a méz, ezáltal biztos, hogy csökkenni fog a Magyarországról kiáramló méz. Nemzetközi megítélés szerint milyen minőségű a magyar méz? Minden európai szabvány fölötti minőséget kell. A magyar szabványok a mézre az európai szabványoktól szigorúbbak. Egyedül Magyarországon van ennyire szigorú a szabványrendszer, sehol a világon nem követelnek meg olyan előírásokat, vagy olyan szabályokat, mint ami a magyar mézre elő van írva. Ez önöknek nem biztos, hogy megkönnyíti a munkáját. Nehézség is, és ezáltal mondhatjuk azt, hogy javító méznek világszerte a legjobb méz a magyar méz, mert sajnos Európában kimondottan úgy, mint kicsomagolt üveges magyar mézet sehol nem lehet vásárolni. Mindenhol csak mézkeverékként használják fel a mézünket, különböző országok mézeivel bekeverve, azoknak a minőségét valamilyen szinten egy kicsit feljebb javítva. Tehát amit itt a felvezetőmben olvastam, tehát a gyengébb minőségű mézekre utalva a kínai és ukrán méz lett kiemelve, ugye? Tehát arra gondol például? Akár a kínai méz, akár az ukrán méz, de egész Európában azt lehet mondani, hogy akár mindenhol van engedélyezve egy bizonyos mennyiségű antibiotikum használat. Magyarországon egyáltalán nincs. Na most a labortechnika egyre jobban fejlődik a világon, és ha egy nullához adunk egy valamennyi antibiotikumot tartalmazó más mézet, ugye már akkor is jobb lesz a minősége. Magyar minőséget nem fogja elérni, de az európai átlagtól jobb lesz ezáltal. Nyilván a magyarországi méhészek ilyen szempontból teljesen büszkék lehetnek magukra, hogy mit adnak ki a kezükből, de amikor ilyet kell olvasni, ugye, és erről kell beszélgetni, hogy várhatóan csökken az eladás mértéke, csökken az igény, az árak nem emelkednek az önök számára, az eladási ár, akkor ugye keresni kell a javítandó részeket, és egyáltalán mit látnak, mit tudnak tenni a cél érdekében? Nagykereskedelmi piacot nem fogjuk tudni megváltoztatni. Azért a vagy a világon megtermelt méznek kb. 3%-át tudja Magyarország megtermelni, mondhatjuk, hogy jelentéktelen. Egyedül amit mi tudunk, akkor a hazai fogyasztók, mert egyetlen egy nagykereskedelmi áruházról se szeretném azt mondani, hogy rossz mézet árul, mert véletlenül se ezt szeretném mondani, de mikor tudjuk azt mondani, hogy egy nem homogenizált, kevert mézet vásárolhatunk meg, ha magától a termelőtől veszük. Maga a termelőnek egy garanciának kell arra lenni, hogy megmerje lenni személyével és a saját mézét. Mert nem a kereskedőket szeretném én azt mondani, hogy ők fognak a legjobb minőségű mézet. A magyar méhész saját mézét biztos, hogy nem fogja semmivel keverni, hanem ténylegesen azt a mézet fogja értékesíteni, ami garancia kell, hogy legyen arra, hogy nem édesítőszert veszünk, mézet veszünk, ami akár az egészségünkre jó hatással, de édesítőszerként is tökéletes hatással lehet, és a természettől kapott aranyat fogjuk fogyasztani, nem pedig most sokat
hallhattunk, beszélhettünk a kínai mézről, hogy hogy is készül, miből is készül, vagy egyáltalán méhek látják-e, ott is vannak jó mézek. Senki nem fogja azt mondani, hogy nincs. De a nagy mennyiség, amit előállítanak, nem biztos, hogy méhek által származik, hanem egy üzemekbe. A magyar méhész ezt nem fogja tudni előállítani, hanem ő tényleg a növények, a virágok aranyát fogja értékesíteni, és szívesen kiállhat velé a fogyasztók elé, és megpróbálja ezt akár a mézet értékesíteni, és jót adni a fogyasztónak. Nagyon fontos dolog, ami szintén szerepelt a felvezetőben, hogy csökkent az uniós mézfogyasztás. Most önök magyarországi méztermelők azért elég messze esnek a fogyasztóktól ilyen szempontból, főleg, hogyha az egész uniót tekintjük, de hogy ők esetleg a minőség romlás miatt, vagy nem a magas minőség, tehát annak hiánya miatt nem vásárolnak annyit, vagy nem fogyasztanak annyit, vagy ennek nincs köze egymáshoz? Részben lehet köze. Végülis azért akár az Európa bármi polca, vagy Európában lévő boltok polcairól levett mézek, labor eredményei mindenhol kimutatják azt, hogy nem csak Európa Unióból származó mézek keveréke akár, hanem más mézek keveréke is lehet benne. Innentől a fogyasztóknak a hite veszhet el abba, hogy mit fognak fogyasztani. Ha már sajnos magunk ellen is fordítottuk a kampányt, az egészet, hogy mi is a méz valójában, de amikor felhívtuk a fogyasztók figyelmét, hogy esetleg itt valami más is lehet, hogy már csak édesítőszert fogyasztunk, nem is mézet fogyasztunk, ez biztos, hogy a fogyasztásnak a csökkenésével kell, hogy járjon. Hát meg kell nézzük, hogy valóban mi az, amit vásárolunk. Ugye nekünk azért szerencsés a helyzetünk Magyarországon, mert talán rövidebb az a szakasz, amit végig kell nézni a kiindulási pontig. És a beszélgetés legvégén én azt szeretném, hogyha felhívnánk arra a nyírségi termelői mézkonferenciára a figyelmet, amely október 19 és 20-án várja az érdeklődőket is? Mindenkit. Ez méhészeknek és fogyasztóknak szólna igazából, de a fogyasztók figyelmét szeretnénk leginkább felhívni. Ténylegesen a mézre, vagy a méz és méhészeti termékek felhasználására. Itt akár a pempőtől, virágportól, viasztól, és persze a mézig, ez különböző sütemények, mézbor és egyéb előállításáig. Szeretnénk egy kis látványpergetést csinálni, és az előadókkal, akiket meghívtunk, itt az apiterápiás felhasználástól kezdve, vagy a biogazdálkodástól kezdve, mindenhogy bemutatni a nektár útját végül is, mert akkor miből készül a méz, hát nem méz az, hanem a növények nektárja, hogy hogy is lesz abból méz, betekinthetnek a lakosság vagy az érdeklődők a kaptárba, üvegkaptáron egy 3D-s film nézésével, ahol úgy érezheti magát mindenki, aki részt vesz rajta, mintha egy kaptárba helyezkedne el, látjuk a méh család életét, biológiáját. Végül is tényleg szeretnénk a méhekre felhívni a figyelmet, és a méznek a valódi jótékony hatására, nem csak az édesítőszer, hanem minden jó tulajdonságára. Tehát még egyszer október 19 és 20-a, és a helyszín a megyei könyvtár. Én köszönöm szépen, hogy bejött és beszélgettünk a témáról.